Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Greencut és Do It Yourself, és ma hát a fa megmunkálás egyik legfontosabb alappilléréről fogunk beszélgetni, mégpedig a gyalulásról. Láthattuk itt előttünk néhány kézigyalut, és ma arról fogunk beszélni, hogy mit gyalulunk, hogyan gyalulunk, mit csinálunk vele, és úgy egyáltalában erről az egészről. De elsőként szerintem vegyük át azt, hogy akkor milyen típusú kézigyaluk léteznek. Hát nincsen barkácsműhely gyalú nélkül, hiszen a fa felületét simává kell tenni. Ehhez aztán a kézigyalú volt a legelső a történelemben, ami alkalmas volt. Ebből aztán van, amellyel sík felületeket tudunk elérni, van, amellyel a legkisebb lukakba is beférünk, és persze, ha hegedűt akarunk készíteni, akkor ahhoz is van a speciális gyalú, de nem ez a célunk, mi csak erről most néhány szót ejtünk. Igen, és ugye a modern barkácsoló barátja az elektromos gyalú, ami meg már megkönnyíti ezeket a munkákat, illetve hát másra is alkalmas, de egyes dolgokra viszont nem, ezekre majd később fogunk kitérni. De akkor szerintem kezdjük a legfontosabbnál, minek kezdünk neki, tehát hogy a gyalulásnál mi a legfontosabb, az anyag, amit gyalulunk, milyen legyen? Hát leginkább nem árt, hogyha egy száraz fával kezdünk, és ne legyen benne szeg, hiszen gyalúban olyan nem nagyon van, amely tolerálja. Fűrészlabban van ilyen, amely tudja még a szeges fát is vágni, viszont gyalú az képtelen rá, így aztán nagyon a legjobb az, hogyha jól kiszáradt és jó minőségű faanyagot kezdünk. Igen, hát ugye nagyon könnyen ki fogja venni az élét, hogyha találunk egy szeget. Tehát hogy ez azért annyira nem lesz jó. Van még valami fontos, amit tudnunk kell a gyalulás előtt? Igazából szerintem nem, így barkácsolás szintjén nagyjából a lényeg, hogy tényleg egy értékelhető, jó minőségű fadarabbal kezdjünk neki, ami nem nedves, mert a nedves fadarabot is lehet gyalulni, csak a gyalulás minősége sokkal rosszabb lesz, sokkal inkább felszaggatja, hát kézi gyalulva pedig gyakorlatilag a szenvedés maga. A növekedési irányát a fának akkor figyelembe kell venni, nem kell figyelembe venni, látni kell, belelátni, hogy akkor hogy is történt. Igen, hát van ugye a fának a szálirányá, és van a bötű irány, ami ugye keresztbe vágását jelenti. Most beszéljünk a szálirányú gyalulásáról. Nyilván az sem mindegy, hogy most erről arra, vagy erről emelre toljuk. Ha rossz irányba kezdjük el tolni, és mondjuk kicsit életlen a gyalukésünk, akkor észre fogjuk venni, hogy ilyen kis darabokat szaggat ki belőle, amit lehet is látni, hogy néz ki. Ebben az esetben, ha megfordítjuk a fát, akkor abban a pillanatban sokkal szebb gyalulási felületet kapunk, hiszen ez azt jelenti, hogy a növekedés irányával szemben dolgoztunk, és ezért ki tudod bele darabokat tépni. Egyébként minél élesebb a késünk, annál inkább lehet vele precíz munkát végezni, így aztán a gyalulásnál, akár a kézinél, akár az elektromosnál a legfontosabb az éles kés. Mi az a feladat, aminél szerinted elhanyagolhatatlan a régi gyalú? Tehát ugye egyrészt igen, a működésében van itt a kulcs, mert ugye a régi gyaloknak a működése az a következőképpen néz ki, tulajdonképpen egy kést fogunk eltolni a fa felületén, és ez egy az egybe egy egyenes síkot fog csinálni nekünk, míg hogyha az elektromos használjuk, akkor az ugye, mivel egy forgókésről van szó, még ha nem is látjuk, de ilyen óvatos kis gödröket képez, és akkor azt már muszáj vagyunk utána még azt leápolni csiszolással, egyebekkel. Igen. Ha de... már itt tartunk, akkor ez igazából a tolási sebesség kérdése, ami azt jelenti, hogy ezt a gyalút lehet gyorsan tolni, hiszen az attól még ugyanolyan sík felületet eredményez, viszont a forgókéses elektromos gyalút semmiképpen, ott érdemes egy lassabb tempót diktálni, hiszen akkor lesz igazán egyenes, és ezek a kis gödröcskék, amit egyébként érdemes lecsiszolni utólag, és ezért a gyalult felületet is az elektromos gyalóval gyalultat biztos, hogy csiszolnunk kell. Ezeket a felületeket sokkal szebbé tehetjük ugye a lassú tolással, az éleskéssel, és nem beszélve a csiszolásról. Vannak olyan feladatok, amit csak a régivel tudunk ellátni? Persze, mindenképpen van. Ajtó illesztés. Uh-huh. Ajtó, régi fa ajtóknál fordul elő, hogy idővel elvetemedik, újra kell igazítani a dolgokat. Ekkor van az, hogy egy ilyen illesztőgyal, ez éppen az, egy ilyen pászító illesztő gyalúval lehet ezt megoldani, hiszen ő be tud menni teljesen a legapróbb kivágott résekbe is, és az ajtónkat becsukhatóvá tudja tenni. Hát egy ilyen gyalú esetében ez a nagyjából a lehetetlen, hiszen nem tudjuk semmihez. Egyik oldalról se fér oda. Így van, közel tenni. Tehát hiába van nekünk gyalunk, ha ilyen munkát kell, hogy elvégezzünk, akkor kénytelenek vagyunk a hagyományos kézzeltolós gyalúhoz nyúlni, és ezt használni. Már-már azt hiszem, hogy érdemesebb lenne beszerezni manuálisat, de mit tud ezzel szemben az elektromos, ugye, ami miatt nem tudjuk elhanyagolni ennek a használatát? Igen, hát komoly munkáknál egyébként elő sem kerül az elektromos, tehát az ilyen nagyon finom kis precíz munkáknál mindenképpen a kézi gyalud, ott viszont tényleg az élezés szerintem az egyetlen kulcs, ami, és a beállítás,
amitől nagyon precíz lesz. Az elektromosnál viszont ez nagyon könnyen megy, hiszen egy számozott felső számlapot látunk, ami nem egyebet mond, mint az, hogy hány millimétert fog ő legyalulni a felületből, és igazából egy lépcsőt fog alkotni az első és a hátsó sík felület között. Ez minél inkább emelkedik, annál többet fog a késünk kimarni a felületből. Ez van egy pont, amitől tovább nem érdemes fokozni, hiszen se nem bírja, se szép nem lesz az eredmény. De ha szépet akarunk, akkor vele is inkább minél kevesebbet, és több alkalommal való letolással. Ez talán majdnem ugyanolyan, mint hogyha kézivel indulunk neki egy túl nagyjal, és aztán amikor elkezdjük tolni, akkor ugye megáll, és nem fogjuk tudni tovább tolni, mert egyszerűen már nincs annyi erő bennünk, hogy ezt tovább toljuk. Hát én azt gondolom, hogy azért most jól összefoglaltuk azt, hogy gyaluk mit is lehet merre, és néhány tipp kellene még ahhoz, hogy hogyan használjuk egyiket és másikat. Tehát ugye, amit erről már elmondtunk, hogy mindenképpen éleskéssel vágjunk neki a munkának. Igen, arról egy külön eszét nyithatnánk, hogy nem kell megélezni ezeket a késeket. Hát, ha valaki ilyennel szeretne nekiindulni a gyalulásnak, akkor legelőször is tanulja meg megfenni azt a benne lévő kést nagyon precízen. A beállításánál ugye, hogy 10 mm-eket lógjon ki, és az tényleg olyan szögben érkezzen a fára. Na, onnantól aztán nagyon szép munkát lehet vele csinálni egyértelműen. Ugye itt a legegyszerűbb az, amikor fogunk egyet a kezünkbe, ebben még az éles kést is gyárilag szállítják, hiszen cserélhető, ha kiment az éle. És onnantól már csak a tolási sebességre és esetleg a szálirányra kell vigyázni. Néhány esetben ez elkerülhetetlen, hogy szállával szembe menjünk, vagy növekedés irányjal szembe. Igen, amit már az elején ugye mondtunk, hogy ebben az esetben egy kicsit így ugrálni fog a dolog, és így belemar tulajdonképpen. Kikapkod belőle darabokat. Tehát, hogy ott nem tudjuk szépen, legalábbis nem annyira egyszerű szépen legyalulni, úgyhogy erre érdemes figyelni, illetve arra, hogy ne legyen túl nagy a marás. Azzal elkerülhető egyébként, tehát ha kisebbre vesszük, akkor elkerülhetők ezek a kikapkodott dolgok, vagy kis szálkák, de ezt tényleg a fa megfordításával javíthatjuk, de ettől még vannak tényleg olyan helyzetek, amikor egyszerűen úgy van a fa maga elhelyezkedve, hogy egyik oldalon jó, másik oldalon meg már nem jó, és ugyanabban az irányba toltuk. Tehát itt azért ezzel számolni kell, de a csiszolás erre való. Igen, és a harmadik dolog, vagy az utolsó dolog, amire pedig mindenképpen érdemes figyelni, de ezt már mondtuk, hogy az élére erre is, ennek is nagyon vigyázzunk. Tehát ahogy elérünk vele egy százasszeget, gyanítom, hogy cserélhetjük az egészet. Egészen biztosan. Úgyhogy ez nem annyira kifizetődő. Az tény, hogy nagyon szép munkát lehet vele csinálni, amikor egy jó minőségű fát kezdünk el gyalulni, nagyon szép lesz a végeredmény. Igen. Magáról a gyalulásról és a gyalulás folyamatáról szerintem már videóban így többször mutattunk részleteket. Valószínűleg még, hogyha érdekeltiteket, akkor fogunk is csinálni egy olyat, ahol konkrétan az elektromos gyalúval foglalkozunk, és akkor annak a használatáról, vagy legalábbis annak a alapvető fortéjairól mondunk néhány részletet. De tulajdonképpen ennyi volt mára, ezt szeretük volna nektek mutatni. Reméljük, hogy hasznos volt. Hogyha tudtok még valami extrát és hasznos lehet a többieknek, akkor azt a kommentben várjuk. És találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!